nagy duett színpadán a Mókamester, akivel csak egyel többen vagyunk, Harsányi Levente és mestere Szekeres Adriel. Sajnak. Hát felraktátok a mai estére a koronát, az biztos, csodálatos volt. Szóval Levente, elképesztő vagy, hát komolyan, ahogy az arcoddal a Kalevalát is végigjátszottad. Hát egyszerűen, minden rajta volt. Ha nem juttok tovább, akkor az összes többi számot, amit megtanultál már az arcodon, eljátszottad. Tudjuk mindent, azért tovább. Ne. De nagyon jó, hogy vagytok, mert ez nagyon fontos egészségügyileg. Te 70%-on, én meg 80%. Elképesztő egyébként, hogy tényleg egy hangszergyulladás után az ember valahogy, amikor kigyullad a piros lámpa, akkor csak előjön. Jó van, jó vagy. Próbálta tapsoltatni is a közönséget kisebb-nagyobb sikerrel. Dobrádi Ákos, amikor megszólalt először egyébként, csak ezt muszáj megjegyeznem, mindjárt Klári, te kezded el. Ennyit csinált, hogy már hogy te megszólaltál, így ugye jól láttam? Meglepődtem, és ennek hangot is adok majd, de Klárika, jól? Klári, akkor kezdem. Ez egy lázas produkció volt, de hogy egyszerre vagytok lázasak? Az van, hogy jár. Nekem ez gyanús. Együtt van. Tudod, te jártok. Együtt van. Istenem. Együtt vannak, igen. Hát most igen. Viszont azt muszáj értékelni. Hát a Levi elhozta a kék szemeit. Félelmetes te szemei vannak. Rosszabb lett volna, ha nem. És állati jó. A pohárba hagyja. A jó a dalválasztás, igen. És viszont azt ne hagyjuk ki, hogy tényleg meg kell azért is dicsérni őket, hogy például egy ember, aki abból él, hogy a hangszálaiból él, azzal keresi a kenyerét, és hangszálgyulladással színpadra mer lépni, azért azt hiszem, ez becsülendő dolog. Igen. És a Levi is fantasztikus, hogy lázasan elmert jönni közénk, és elhozta a vírusait.
Levine! Én csak előrébb akartam a küld. A viccet félretéve, szerintem ez sokkal jobb dalválasztás volt, mint a múltkori. Én nem láttam benned a fáradt macikát, hanem egy táncos lábú, fürge, ürge jött ment itt a színpadon. És szóvicc is van, humorban minden van. Hát borza, nekem, hogy szokták mondani? Nekem bejött. Szóval tényleg nekem ez most olyan temperamentumos jó dolog volt. Ugye ez kicsit hasonlít az is Péli Barnára, mert ő mondta ezt mindig körülbelül. Igen, valahogy plagizáltam, persze. Klárika elhasználta azt a másfél percet, ami rendelkezésünk rá, minden következő 10 másodpercet elosztjuk majd Ákossal. Igen, az a lényeg, hogy csak azt akartam mondani, persze. Hogy egy hipohondernek felkonferálni két lázas fertőző beteget, ez egy elég komoly problémát okoz nekem, de el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy volt a lendület a produkcióban, az akarás az benne volt, és amit nagyon-nagyon örültem, hogy láttam végre azt, hogy van lendület, van a dologban energia, mindent elsöprő energia, le a kalappal, gratulálunk. Szóval mit jelentett az az ó? Azt jelentette, hogy én nagyon őszintén mondom, hogy meglepődtem, elővetted az ének hangodat, profi vagy, szépen építkezel, mindig egy kicsit többet mutat, meg úgy tűnik majd nekünk a Levente. Nagyon szépen megfogtad a magas hangokat, volt ott a végén rázás is, ilyen kis frazírozás. Figyelj, gratulálok. Emlékszel erre a részre? Jelentsen a szó bármit is, de igen. Ez jó. Csak úgy jött össze. Nagyon nehéz dolgotok van, akármint az elsőknek, az utolsóként fellépőnek, hiszen már túl vannak nagyon sok produkción, és a zsűrinek már van véleménye. Na, mi a véleménye most erről a produkcióról, Kassa Tibor? Én azt gondolom, hogy ez a frazírozás csak annyi volt, hogy kiment a bokája és nyögött egyet hozzá, de egyébként a produkció ez most érte a 9-es pontot. Klárika, szintén 9-es. És Dobrádi Ákosnál szintén 9-es. Szerintem azért ez elégedettségre ad okot? Jó van, hát még egy kis bacicsere, rendben. Tudjátok mi, tüsszentsetek a többiekre is rá, menjetek hátra. Nézzük, hogy mire volt ez elég a 3x9 pont. Ez, hát a harmadik helyre, mert hogy holt verseny van, háromszoros a harmadik helyen, 27 pont, tehát Harsányi Leventének és Szekeres Adriennek, és a 06-91-33-44-40-esre a 06-os kód Harsányi Leventéki, a 17-6-33-ra pedig a Levente szót küldjék el, hogyha szeretnék, hogy tovább jussanak, és több pontot szeretnének akár mondjuk a zsűritől nekik. Közben megérkeznek Harsányi Leventéki ide hátra, a Szekeres, ott jó vagytok, ne gyertek közelebb. Csak vicceltem, nem, gyertek nyugodtan közelebb. Így van. Figyelj, először legyen az, hogy én megkezdem a Zoliékat, hogy mi a véleményük a produkcióról, jó? Mert ugye a Zoli jó barát, rosszat nem fog mondani, tehát nyugodjatok meg. Csodálatos férfi a Levente, és meg is mutatta ezt most nekünk. A dal az nem áll annyira közel hozzám, de Levente nagyon. És Adrien? Hogy még egyszer nem hallottam. Hogy Adrien? Az Adrien az is nagyon közel áll, köszönöm szépen. És az egész produkció csodálatos volt, a dal pedig egyszerűen fantasztikus, köszönöm szépen. Várj, ez mennyiben volt, azon számoltam, hogy 102 000 forintban volt konkrétan. És egy óra is. A Levi azt hiszem meg is nyeri ezt a versenyt, tehát én nem... Gabi, egy picit irigykedsz most? Igen, nagyon, nem. Én tényleg tudom mi... Hogy? Nagyon rossz betegen színpadra állni, tehát hogy akkor aztán tényleg nem akar menni az idő, és egyfolytában arra koncentrálsz, hogy úristen, kijöjjön hang, és annyira ügyesek voltak emiatt, hogy így fel tudtak állni, és nem látszódott rajtuk, meg nem hangoztatták, hogy jaj, mi betegek vagyunk, és ez volt a legszimpatikusabb szerintem. Abszolút, bennem felgyújtottátok újra a tüzet, és tényleg, hogy betegen ide álltatok, ez pedig egy nagyon-nagyon nagy dolog. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Röviden hallgassuk meg az utolsó három produkciót.